Kani nagy ahogy, ajtó. Ahogy kiszállsz, azonnal írja, hogy hiányzik a távirányító neki. Aha. És akkor ugye ott a menübe lehetett állítgatni, hogy a hátsó kijelző mit lássak. Őt hogy tudom változtatni az a tűz? Képzeld el, hogy sehogy, vagyis igazából úgy, hogy ez a... Mert a tiéd sokkal szebb íven áll, tehát, igen, hogy... érdekes módon ez így mozog. Igen, az enyém meg nem. Az meg nem akar mozogni, ugyanis az együtt van az üléssel valahogy jobban. Na mondjuk ez nem tetszik. Ugyanis ezt itt, ha kiszedjük, ez is vicces, hogy egyrészt be is tudod kapcsolni, másrészt így kidobja. Kidobja, és akkor, tudom neked külön mutogatni. Igen. Ugye ez a belső világítás, ez a, amit ott látsz a ajtón. Mutatom. Ott tud változni. Igen, és igen. Akkor itt is tudsz ugye fényeket állítani. És itt is mutogatja, hogy design fényt történik, külön. Igen. De ez ugyanúgy előre is szabályoz, és akkor ez az, amit... Ez felháborítóan néz ki ez a ped egyébként, amit így kivettél, tehát nekem ez nagyon tetszik. Érdekes módon, hogy be van kapcsolva. Hát most ilyen zöldes. A változik a színe. Kicsit változik, de ugye ilyen a nappal sütésben, és itt ugyanúgy a hangszoróknak az őrűségét. Az, amit már tegnap megmutattunk, azt ott a hangszorónak a design fényét lehet változtatni. Igen. És az, hogy itt hátul is megjelenik ez az alumínium design, én ezt imádom. Úgyhogy ez, itt egy visszagomb, napfédő róló. Ez azért furcsa, hogy innen is tudod kezelni mindet, mert amúgy az ajtón is rajta van. Tehát, hogyha ráközelítesz az ajtódra, ott a gombokra. Itt vannak a gombok, vannak. Ott mindent tudok kezelni. Tehát, hogy mégis a tabletre is ki van rakva. Ülések. Na ez az. Mind a négy ülést tudsz. Tehát én most, és ugye erre mondtam, hogy azt igen. Az ülést szépen kiválasztod. Azzal lehet egy nagyon aljas dolgot akkor... csinálni, mert akkor ez így elektronikailag eldől, megmozgathatod. Igen. Meg tudod olyat csinálni, hogy elektronikailag eldöntöd, és kinyitod nekem ezt a lábtartót, és akkor egy ágyat tudsz nekem csinálni. Igen, de azt szerintem csak itt tudod kinyitni a magad mellett. Magam mellett tudom ledönteni, mert hogy itt van ilyen ez rendszer. Van egy... Igen. Itt a... János, kezeld, mert én ez... kamerázgatok. Ez az. Ez az. Óriási. És nem töröm el a lábadat. Igen, jó lenne, de hogy ez lábtartóvá tud ugye nyillódni, eldöntő az ülést, és akkor gyakorlatilag tudok fetrengeni. Igen. Individuál. Óriási. Megyünk tovább. Klímakomfortot külön lehet hátul is. Igen. És ugye ennek ott van egy külön kezelőjelent is. Igen. Tehát, hogy ezt is ülés, fűtés, szellőztetés, minden. Azért kezd felháborítóvá válni ez a kocsi. Eleve ez a ülés is úgy mozog, ahogy te szeretnéd. Nem tudom, megfigyelted, de direkt egy kicsivel magasabban ülünk. Hogy jobban lássunk ki, észrevettem. És azt is észrevettem, mikor beültünk, csak ugye ezt nem mondtam el kamerába, hogy sokkal kényelmesebb hátul ülni, mint az első ülésen. Igen. De ilyen, tehát hatványzottan. Ez olyan, mint egy fotel. Itt ugyanúgy tudsz ionizálni, illatosítani ezzel a tablettel is. Aha. Tehát, hogy ezek ilyen kis csodák. Ugye itt sokkal egyszerűbb ennek azért a menürendszere. Hogy itt is van a média, és akkor itt is szépen tudsz rádió. Mondod úgy, hogy sokkal egyszerűbb, de mondjuk azért az autó 90%-ának nincs ilyen menürendszere. Így nyilván az elsőhöz képest elsőhöz egyszerűbb. Képest sokkal már egyszerűbb. Hátsó telefon. Itt ezt külön-külön csatlakoztatni, igen. És akkor tud a sofőröd is külön igen. Kommunikálni, meg én is. Vezetési info, ez nem tudom, hogy nekünk miért annyira lényeges, hogy hátul ülőnek. De lehet, hogy valaki nézegetni akarja, hogy éppen milyen átlaggal ment, és a többi. Meg mondjuk milyen tempókat, ugye, pont GPS koordinátákat, magasságot. Hogyha véletlen elrabolnak, akkor gyorsan lehet oda olvasni. Ez jó, ezt jó tudni. Ugye ez csak ilyen alapvetően beállítás, tehát egy fényerő, és a többi, semmi extra. Ugye viszont az gyári beállításra menni, itt a hang, hogy legyen ilyen akusztikus visszajelzés ugye funkcióknál. Óriási. Csatlakoztatás egy járműhöz. És itt ugye, ha rányomsz erre, ez a fő, akkor előjön egy rendes tablet, és Jézusom. Itt pedig az összes ilyen alkalmazás. Azért ez most tudod telepíteni, most szerintem egy oldal van csak, igen. Igen. De te visszamegyünk akkor. Kicsit ugye. Ilyen Samsung stílusú, nem? Igen, a Samsung maga a termék. Ja, maga a termék Samsung, azt azért nem baj, hogyha megmutatjuk, igen. Tehát azért már egy nagyon ránézésre az volt. És ahogy látod, van rajta fényképező, tehát lehet rajta fényképezni, nem a legjobb képet csinálja, tehát nem hiszem, hogy valaki ezzel fog. De. Manapság megy, mert a telefon jobb képet csinál, de ez is jó, hogy jóváhagyás, görgetés, mindent így mutogat. Tehát gyakorlatilag mindenkit megtanít mindenre. Nagyon tetszik. És a kijelzőnkön egyébként gondolom, akkor DVD meg minden mehet, mindkét kijelzőn. És itt várja, csak mindjárt megcsináljuk. Most elvileg a... Látod, a téden vagyok. Igen. Tehát így ezt is betudod, hogy annak a tapipadja, mintha lenne. Igen, tehát itt tudsz érintőképernyővel kezelni. Igen. Oda. És oda. Itt van, hogy jobb oldal vagy bal oldal. Most átjön a bal oldal, és akkor az enyémre. Egy képernyőbe tudom mutatni, hogy aha, így jó. Így. Óriási. Back, menü.
És ugyanúgy mész. És ott látod, nagyon vicces. Options. Felháborító, Jani. Felháborító. Azt tehát kell mondanom, ez a jármű technikailag felháborító. És akkor nagyon meguntad, ide visszarakod. Ott töltődik és szépen. Bezárja kicsit magát. És még megijesztelek még valamivel, ami ugye nem multimédia, de szerintem ez is ilyen... Az megyel, asztalka, igen. Nagyjából felháborító. Igen, és ez is nekem szól, vagy mindkettőnek van? Nekem van asztalka, ezt láttam. Így. Nem, mert ugye mindig a jobb hátsó ember a igen. fontos, hogy ide tudod tenni a kis tabletedet. Megbukott. Úristen. Nagyon, nagyon durva. Ugye? Ilyen kis szolid. Hogy felháborító, Jánosom. Vonjál le, légy szíves, közben, miközben pakolsz. Aha. A két napból vonjál le egy konklúziót nekem. Hát jelenleg itt tart az autógyártás. Én azt gondolom, hogy majd megpróbáljuk az S-Mercit meg az A8-as Audit is kipróbálni, hiszen valami hasonló... Az A8-as most állítólag ilyen nagyon... Igen, valami hasonlóval találkoztunk, csak egy más menürendszerrel, hogy az mennyire logikusabb. Ugye most a nagy könnyebbség, hogy én azért elég jól ismerem a BMW-ket, azokat meg kevésbé, de látva például a Volkswagen Golf anyagunkat, amire egy elsőre ráéreztem, és tök jól tudtam használni, lehet, hogy azok egyébként még ennél is logikusabban működnek. Nekem ez a hátsó rész nagyon logikusan megy, az első már egy kicsit túl sok a funkció, tehát egyszerűen elveszel benne. Úgyhogy, de hát nagyjából te is ezt mondtad. De... Ugyanez lenne a véleményem, miközben visszatérek. Hello, sziasztok. Miközben visszatérek, igen, ugyanez a véleményem, hogy elől már kicsit sok, itt hátul viszont iszonyat kényelmes, tök logikus, és ez nagyon-nagyon menő. És bármennyire furcsa is, hogy de igazából ez az autó erről szól, ahol most tudunk. Ott csak igen, a sofőrnek kell. Igen, az van, hogy ez itt már itt, ez, és kényelemben a... is, meg minden szempontból ez már itt, innen kell irányítani. Igen. És néha először mondani, hogy John, szilveszteri buliba legyen szíves. Igen. Na, skacok, innen kívánunk mindenkinek nagyon boldog új évet, és most már tényleg próbálunk nem hazudozni, és ígéretünkhez híven január második hetében megpróbálunk az én BMW-mmel megjelenni. Megnézzük, visszalépünk 10 évet. Visszalépünk egy jó 10 évet, és megnézzük, hogy akkor mit tudtak. Ma az vicces lesz. Úgyhogy tényleg mindenkinek boldog új évet. Írjatok, hogy még mire vagytok kíváncsiak, mi az, amit mutogassunk. Sziasztok! Hello.